Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Hogyan tovább? Így hívom ezt a jóslást. Ez a felvétel egy személyes jóslás Ivina részére. Kedves Ivina, üdvözöllek téged, te szeretnéd tudni, hogy mi lesz, ami a párkapcsolatot illeti, mit tudsz tenni annak érdekében, hogy javuljon valami a helyzet, vagy mit várhatsz el tőle, hogyan tovább. Ezt megtekintjük ennél a kirakásnál. Ezen a képen láthatóak a kutyák. Ennek két szimbolikus jelentése van. Utal a hűségre, és utal barátságokra. Ami a hűséget illeti, ez a kártya azt jelenti, hogy ez a férfi hűséges, nincs senkije. De nem akarja azt, hogy te kételkedj ebben. Vannak baráti kapcsolatok, ismerősök, de nincs nála párkapcsolat. Amire még ez a kártya utalhat, hogy először, amikor lesz most egy közeledés, mert ő visszatér hozzád, próbáld meg úgy barátilag tartani a kapcsolatot. És most megtekintjük a következő kártyát. Itt említeném meg, hogy ezek a kártyák az én saját kártya csomagomból vannak. Én készítettem őket. Ezen a képen látható egy huszár, tehát egy férfi. Az lehet az ő barátja vagy ismerőse, mert ott van a kutya is, és utal az ő baráti körére. Az jelentheti azt, hogy ő mozgásban van, és vannak ismerősei, lehet, hogy most ő nem akarja a szabadságát feladni, de utalhat arra is, hogy megkérdezi a barátját, hogyan tovább, mit tegyen, milyen tanácsot tudna ez a barát számára adni. Hogy ez jó tanácse vagy rossz, azt mutatják a következő kártyák. Amit még ez a kép jelent, ez a mozgás. Itt peregni fognak az események. Azon kívül utalhat utazásokra, autóra és sporttevékenységre is. Ami téged illet, ez a kártya azt jelenti számodra, itt lesz mozgás, ő visszatér hozzád, de előfordulhat az is, hogy te megismerkedsz még valakivel. Hogyan tovább? Azt mutatja a következő kártya. Ez a barát vagy ismerős nála jó hatással van rátok. Ezt mutatja ez a kereszt, és szimbolizálja a hitet. Tehát olyan dolgokat mond neki, hogy higgy ebben a szerelemben. Amit ez a kereszt még mutat, kármikus témák, és az azt jelenti, itt mély érzelmekről van szó. Van egy lelki kapcsolat. Amire még ez a kártya utal, hogy a sors utatok kereszteződött, vagy ott vagytok most ennél a kereszteződésnél, ahol figyelitek az eseményeket, elgondolkoztok azon, hogyan tovább, előre, vagy hátra, balra, vagy jobbra, tehát itt döntésekről van szó, és ez kihat a sors utatokra. És most megtekintjük a következő kártyát. Ezen a képen láthatunk egy hölgyet, és a kezében van egy kulcs.
Ennek a kártyának van egy szimbolikus jelentése, mégpedig az, vedd kezedbe ezt a kulcsot, mert te vagy ez a hölgy a képen. És nyisd ki ezt az ajtót, aminek természetesen szintén szimbolikus jelentése van, és arra utal, hogy itt vannak lehetőségek. De ezzel a kulcssal nem csak nyithatsz egy ajtót, és utal nyitottságra, hanem ezzel a kulcssal le tudsz valamit zárni, és utal zárkózottságra. Attól függően, hogy ő hogy viselkedik veled szemben. Amit még ez a kulcs jelent számodra, légy magabiztos. És most megtekintjük a következő kártyát. Ez a kislány utal ártatlanságra. És megvan köztetek ez a tiszta szerelem. Amit még ez a kártya jelent, természetesen a gyermekeket, vagy gyermekkori emlékeket. A kártyáknak szimbolikus jelentése is van, és ez a kislány utal egy új kezdetre. Visszatérve az előző kártyára, itt nyílik egy ajtó, ezek a lehetőségek, és lesz köztetek egy új kezdet. És most megtekintjük a következő kártyát. A hold látható itt ezen a kártyán. A hold szimbolizálja a terhességet is, tehát egy kisbaba születését. Ez is előfordulhat, hiszen ott van ez a kislány, ez a gyermek. Amit még a hold jelent, az édesanyát, az anyai érzelmeket, itt vannak gyermekkori emlékek is, ami nála az anyukáját jelenti, mert a hold ezt szimbolizálja. Amire még ez a kártya utal, ezek az érzelmek, a vágyak, a remények, a kívánságok és az álmok. Az a fontos, hogy ez az álom megvalósuljon. Az is lehet, hogy ő álmodik, vagy álmodozik rólad. A hold jelenti azt, hogy megkapjátok azt az élettől, amiről álmodoztok, de ebben hinni kell, mert csak így valósul meg ez az álom. És most megtekintjük a következő kártyát. Ezen a képen, ott bal oldalon látható egy istennő. A szerelem istennője, és a kezében van egy lángoló szív, tehát a szerelem. És ehhez nem kell túl sokat hozzáfűznöm, ti szeretitek egymást. Lehet, hogy vannak még akadályok, vagy nehézségek, vagy valaki befolyásolja őt, előfordulhat, hogy bizonytalan, vagy vannak félelmek nála, de ami fontos, és ezt mutatja ez az istennő, ez a férfi szeret téged, és visszatér hozzád. Kedves Iviná, így tudtam a kérdésedet megválaszolni. Köszönöm, hogy hozzám fordultál. Kívánok minden jót, nagyon sok szeretettel, Denderá! És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!